Úgy tűnik február 14-e valamiért nagyon népszerű dátum a jeles napok tekintetében. Ezen a napon volt ugyanis a Nemzetközi Könyvajándék nap is, amihez idén is csatlakozott a Vörös Marti Mihály Könyvtár összes tagkönyvtára. Ben indult útjára a Nemzetközi Könyvajándéknap, amelynek a fő célja az, hogy a gyerekeknek is szerezzünk örömet, és minél korábban kezdjük őket bevonni az olvasás világába. Ahhoz, hogy ezt minél könnyebben megtehessük, a gyerekeket ajándékozzuk meg könyvekkel. Ez nem csak intézményi szinten történik, hanem civil szervezetek és civil személyek is csatlakozhatnak ehhez a programhoz, tehát magánszemélyként is ajándékozhatunk rokonainknak, barátainknak, ismerőseink, gyerekeinek könyveket. Lehet ajándékozni jótékony célú szervezeteknek, akik továbbítják majd a könyveket, rendelőknek, gyermekorvosi rendelőknek, kórházaknak. Már a kezdetektől fogva csatlakoztak a könyvtáraink ehhez a kezdeményezéshez. Minden évben volt valamilyen akciónk. Ebben az évben a Szent Kristófhez gyerekeit emeltük ki, ők kaptak könyveket. A tagkönyvtáraink és a központi könyvtárunk egyéb részlegeink is csatlakoztak, mindenhol valamilyen kedvezménnyel várták a gyerekeket. A Mésző Géza utcai tagkönyvtárba vihették a gyerekek a saját könyveiket, amit egymás között cserélhettek ki, ki mi az olvasott szeretett és szívesen adná tovább másnak. A Budai úti tagkönyvtárban viszont nem csak a gyerekekre gondoltunk, hanem a felnőttekre is. Itt a hölgyek választhatnak maguknak romantikus könyveink közül, az uraknak viszont igyekeztünk úgy kedveskedni, hogy nem csak a könyvek közül, hanem a DVD filmjeink közül, illetve a Nat Geo magazinból is válogathatnak kedvükre.